Sziasztok, szép estét, ez itt a Dobbantó, és egy nagyon érdekes témánk lesz ma, a motivációs térkép, amiben Kovács Attila motivációs tréner, és még sok minden más fog nekünk segíteni. Attila, nem szeretném tőled elvenni az értékes időt a hülye dumálásommal, ezért arra kérlek, hogy egy pár szóval, amennyit gondolsz, hogy fontos, mutasd be magad, és akkor halljuk ezt az előadást a motivációs térképről. Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Kovács Attila vagyok, és mint ahogy az Oli is bevezette a dolgot, a motivációval is foglalkozok, de tényleg egy rövid bemutatkozás magamról, Győrben élek, győri vagyok, de mentségemre legyen mondva, hogy Sopron vármegyét is nagyon kedvelem, mert onnan választottam feleséget magamnak hegy körül, úgyhogy ezzel remélem feloldom azokat az ellentéteket, amit a lokál patriotizmusból eredhetnek, de nem gondolnám, hogy ilyen van, de nekem biztosan nincsen. Van rendes szakmám is, az mérnök közgazdász egyébként, és nagyon sokáig ebbe dolgoztam, egészen 45 éves koromig, és hát akkor lett, hogy egy kicsit elegem, saját cégeim voltak, igazából egy kicsit a munka csinált engem, és nagyon sok minden kimaradt az életemből, és gyakorlatilag 45 éves koromban ezt a rolót ezt lehúztam, és akkor választottam ezt a, hát volt egy csomó minden, amit szerettem volna kipróbálni, ezek között volt ezek a fejlesztő szakma is, az a coaching, ez a training, a motiváció, meg nagyon vonzott távolkelet, és arra is egy kicsit több időm volt a utóbbi 8-9 évben azt megismerni. És a mai témánk, amit én szeretnék bemutatni nektek, a motivációs térképet, ami nem saját eszköz, tehát ezt el kell mondanom, ez 2006-ban találta ki egy James Sale nevű angol úriember, és onnan ered a sztori, hogy mivel a motivációról szinte mindenhol beszélünk, tehát hogy anélkül, üzemanyag nélkül, hajtóerő nélkül nem úgy mennek a dolgok, nem úgy működünk, nem úgy vannak energiáink, de nagyon sok tréning, meg nagyon sokat beszélgetünk róla, de onnan jött ez a sztori, hogy nem volt mérhető. Tehát nem tudta ezt senki megmérni. Mindig rengeteg vita volt az, hogy most motivál a pénz, vagy nem motivál a pénz, ez egy állandó örök téma. Hát ezt is szeretném ma valamilyen szinten helyre rakni, legalábbis ennek a motivációs térképnek az értelmezésébe. Annyit előre elárulhat, hogy egyébként motivál a pénz, de a 9 motivátor közül csak egy. Tehát van rajta kívül 8 olyan dolog, ami motivál bennünket, és így azért szerintem ez így sokkal érthetőbb lesz. Tehát 2006-ból ered a sztori, és igazából arra találta ki ez az úriember, hogy hogyan lehet a munkahelyen a kulcsembereket motiválni, meg hogyan lehet a kulcsembereket megtartani, meg hogyan lehet az elköteleződést növelni, meg hogyan lehet azt megmérni. Csak aztán ez a dolog ez továbbfejlődött, ez világszerte, ugye elindult a maga útján, az a üzleti modell ennek a dolognak, hogy a világ minden részén képeznek motivációs térkép partnereket, akik jellemzően coachok egyébként, és az a dolguk, hogy hát egyrészt ezt a térképet valamilyen szinten értékesítsék, és adjanak egy másfél órás vagy két órás visszajelzést az adott ügyfélnek az ő térképéről. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy egyébként ez egy teszt, ez egy 10-15 perc alatt kitölthető tesztről van szó, és ha egy londoni back office csinálja meg az adott személynek, aki kitölti a motivációs térképét, de ezzel nem ér véget a történet, hanem a történet folytatódik, mert az az üzleti modell, hogy minden egyes kitöltőnek jár egy másfél-két órás visszajelzés, és ezt a térképet ezt feldolgozzuk. Tehát, hogy tényleg mindenki pontosan megértse, hogy ezt miről szól, meg azt gondolom, hogy utána önjáróvá válik az ember. Pont tegnap volt egy gyárigazgató, aki a második térképét töltötte ki, tehát ugye 2 évente célszerű csinálni, aki erre rákap, és ő mondott egy olyan visszajelzést, hogy hát a kitöltés nagyon rövid, a megértés az egy kicsit hosszabb, de viszont az élete hosszáig tart. Tehát az volt ennek az üzenete, hogy alapvetően önjáróvá tudunk ezzel válni. Tehát ha megismerjük a motivátoroknak a jelentését, meg a motivációs térképünket, akkor azt nem azt mondom, hogy minden nap ezzel kell felkelnünk, de hogyha erre hetente vagy két hetente rá tudunk valamilyen szinten nézni a motivációnkra, akkor ez azt gondolom, hogy önmagunk által is tölthető. Tehát, hogyha ezt megértjük, hogy melyik motivátornak mi az eredete. Jó, erről szeretnék én beszélni, meg ehhez szeretnék benneteket közelebb vinni. Abszolút egy 21. századi tudásról van szó, és ugye ott hagytam abba, hogy a munkahelyekre találták ki, de aztán ez tovább felőtt, és mindenhol ott van az ember mögötte, és nekem gyakorlatilag az ügyfeleimnek a 20-25% azok magánszemélyek, tehát aki azért jön el, hogy egyrészt egy kicsit saját magát rendbe tegye, egy kicsit megnézze, hogy önismeretbe fejlődjön, meg egyébként is, amit előbb elmondtam, hogy esetleg annak a királynak az útjára lépjön, hogy önmagát is rendbe tudja tenni, hogy esetleg ugye azért hullámvölgyek azok mindenhol vannak, még ha nem szeretnénk akkor is. Az ügyfele, a másik 20-25% azok élsportolók,
hogy ezt én csinálom egyedül az országban, meg igazából a sportban nagyon még nem hozták be ezt a térképet, de én mivel kapcsolatban voltam, meg vagyok is olimpikonokkal, leginkább úszókkal, meg kenusokkal, nem tudom mennyire ismerős, de talán Jakab Zsuzsa, meg Szabó Szebasztián, akkor ez a kenőpáros hölgyek, a Takács Kincső, Devecseriné, Ballavirág, ezek talán ismerősek lehetnek, hogy olimpiát szeretnének nyerni, hát tavaly nem sikerült, mert elmaradt, de bízunk benne, hogy idén összejön, és kenupárosban tényleg sikeresek lesznek. Tehát a sportban is elkezdtem ezt csinálni, és ott is egyrészt nagyon nagy érdeklődésre tart számot, de ott is abszolút úgy tekintek rájuk, mint emberekre. Tehát hogy nem is igazából a sportot tesszük ott rendben, hanem magát az egyént, és akkor a maradék 50% az pedig cégek. Tehát megcsinálja mondjuk egy cégvezető, és ha tetszik neki, akkor viszi tovább a cégébe, tehát akkor megnézi akár a felsővezetőket, középvezetőket, vagy azokat az embereket, akik számára nagyon fontos, csak egyébként van, akinek, tehát ez nem felsővezetőkről szól ez a történet. Még gyorsan ebben ad segítség egy kicsit, hogy ugye vannak a személyiségtesztek, meg ugye van a motiváció, meg az érzelmi energia, hogy ez között egy gyorsan egy kis különbséget hadd mondjak el, hogy ami mindenki számára érthetővé válik. Ugye a személyiségtesztek azok a DISC, tehát DISC, vagy pedig MBTI, tehát rengeteget találtuk az interneten, és abszolút ingyenesen letölthetők, és ez bármikor kitölthető, ebben vannak nagyon rövidek, vannak nagyon hosszúak. Ez a személyiségünkről szól, és annyit kell erről tudni, hogy a személyiségünk 18-20 éves korunkra kialakul, és ezt valószínűleg tudjátok, de nem is ez a lényeg, hanem a személyiség az életünk végig az egy állandó sztori. Ott az nagyon nagy fejlesztésekkel 5-8%-ot lehet változtatni. Jó, azt nagyon fontos tudni róla. Mert ugye vannak ilyen nagy személyiségfejlesztő, hókusz-pókusz, abrakadabra, meg de ezek alapvetően ez így nem ebben a formában nem igaz. Amiről meg ma fogunk beszélni, ez pedig az érzelmi energia motiváció, a hajtóanyag, az elkötelezésről szóló történet, ez pedig az életünk során akár 80%-ban is változhat. Jó, tehát a kettő között nagyon nagy a különbség. Azért ez az érzelmi energia ez nem napi szinten változik, ez nagyon fontos hozzátenni, de azért ez egy mozgófilm. A személyiségünk az kevésbé. Ugye a személyiség az a lényeg, hogy hogyan viselkedünk, ahol, akár a munkahelyünkön, akár otthon, akár a párunkkal. A motiváció, az érzelmi energia pedig az, hogy amiért csináljuk, meg ahogy érezzük magunkat a bőrünkbe. Jó, talán ez a legnagyobb különbség, és így talán érthetőbb lesz az egész, hogy nem keveredünk össze a személyiséggel. Én hoztam ilyen diákat, és az alapján szeretném elmondani nektek, mert ez egy nagyon jó kis színes, meg jó kis ábrák vannak benne, és én bízom benne, hogy kíváncsivá tudlak benteket tenni, úgyhogy most megpróbálok egy megosztást csinálni, és remélem, hogy ez sikerülni fog, és akkor folytatom amit elkezdtem. Csak egy visszajelzést kérek, hogy látjátok-e a képernyőt. Igen, tökéletes minden. Jó, rendben van. Jó, igen. Akkor elkezdeném, igazából nem az elején kezdeném el, hanem a közepén kezdeném el, de ennek megvan az oka, mert egyrészt azt mondta Zoli, hogy azért évfélig ezt nem akarjátok hallgatni, meg hogy utána még szeretnénk esetleg egy ilyen kis kérdés felelek, meg valakinek felkeltette az érdeklődését, és bármilyen kérdése van vele kapcsolatban, akkor arra legyen idő válaszolni. Most amit itt láttok, itt látjátok, hogy ezt hívjuk az a nagyon szép kis színes szagosnak, ami nagyon jól néz ki. Mindjárt elmondom ennek, hogy mi a lényege. Ezen lényegében rajta van nagyon sok minden, de azért még sincs minden rajta. Azt látjátok, hogy van három szín. A színek azok a motivációs klaszterok, és azt látjuk, hogy minden klaszteron belül három-három motivátor van. Tehát a lényeg az, hogy 9 motivátor létezik, 9 motivátor van, de kezdjük inkább a klaszterokkal. Ugye vannak a zöldek, azok a kapcsolatért felelős klaszterok. Őrájuk az a jellemző, hogyha kitöltjük ezt a térképet, ugye kapunk egy olyan számot is, hogy a bizonyos klaszterok között, tehát a zöldek, a pirosak és a kékek között százalékban hogyan oszlanak el a pontok. Hogyha a zöldek kaptak a legtöbbet, akkor ránk az a jellemző nagy valószínűséggel, hogy egy múltban néző perspektíva vagyunk, és nem különösebben kedveljük a változást és a kockázatokat. De általában a térképek azok kevertek lesznek egyébként. Tehát nem jellemző az, hogy nagyon, nagyon eltolódik valamelyik irányba, de azért ezeket fontos tudni, ezeket a kis kulcsmomentumokat. A piros klaszterok azok az eredményért felelős klaszterok. Rájuk azt mondjuk, hogyha ez van túlsúlyban, hogy az itt és mostban élnek.
Tehát ők szeretnek a napi szinten táblázatokból, adatokból döntéseket hozni, nagyon fontos számukra a szakértelem, majd fogok beszélni a motivátorokról is külön, és akkor abszolút meg fogjátok érteni, hogy miért mondjuk a pirosakra azt, hogy ezek az eredményért felelős motivátorok. És a harmadik klaszter pedig az a fejlődés klaszter, ők a kékek, ők pedig olyan típusú emberek, hogyha ez van túlsúlyban, hogy ők azt mondjuk rájuk, hogy a jövőben néző perspektíva. Tehát ők nekik mindig az jár az agyukba, hogy mi lesz 1, 3 és 5 év múlva. Nagyon jó a kockázathoz, változáshoz való viszonyok, tehát magyarul nagyon szeretnek kockázatni, változtatni, szeretnek az intuíciókra hagyatkozni, a megérzéseikre. Az a fontos mindennél, hogy nagyon gyorsan haladjunk, minden azért történik, hogy mehessünk tovább, rohanhassunk, menjen előre a világ. Abszolút ellentét a zöldekkel, akik azt szeretik, hogy minden stabil legyen, a régi struktúrákat használjuk. Fontos, hogy szépen lépésről lépésre haladjunk. Jó? Tehát itt már érezni is valamilyen szinten, hogy a zöld meg a kék klaszterök között úgy fogjuk mondani, hogy motivátor feszültség van. Tehát, hogyha a térképünkön egy olyan dolog jön ki, hogy itt a kékek meg a zöldek így váltogatják egymást, mondjuk a top 1-es motivátorunk az egy szabad szellem, a második meg egy megőrző, akkor arról azt kell majd tudni, hogy az a két motivátor ilyen saját magunkon belül is bántja egymást. És kell róla beszélni, mert ez tud jól is működni, meg tud rosszul is működni, de erre majd én hozok példákat. És akkor beszélnék nektek mind a 9 motivátorról egy rövidet, és utána meg egy kicsit hosszabbat. Jó, tehát kezdjük a kapcsolati motivátorokkal. Az egyik motivátornak az a neve, hogy barát. Akinek ez a motivátor fontos, és a térképnek az elején helyezkedik el, az még nagyon fontos, azt még nem mondtam el, hogy a kitöltés során, tehát a teszt kitöltése során 180 pontot osztatok szét. Jó, tehát hogyha mindegyik motivátor egyformán motiválna benneteket, ugye ilyen nincsen, akkor mindenki 20 pontot kapna. Jó, tehát hogyha ez nagyon fontos egyébként, mert pont a visszajelzésnél ezzel dolgozunk, meg azért izgalmas az én munkám, mert a variációk száma az 860 ezer egészen pontosan. Tehát ugye azért nem unalmas munka ez, mert olyan, hogy két egyforma térkép az eleve nincsen, úgyhogy minden ember egy külön új kihívás, meg hát egyébként is ugye nem a térképből kártyát olvasunk, hanem azért van a személyes visszajelzés, hogy arra az élethelyzetre egészen pontosan rátok különböző kérdésekkel tényleg közelebb tudjunk benneteket vinni ahhoz, hogy esetleg ez javítson az életminőségen, meg tudjátok magatokat motiválni. Jó, tehát ez egy fontos szám, hogy 180 pontot osztunk szét, és akkor pár szót ezekről a motivátorokról. Ugye az első motivátor az a barát nevű motivátor. Hogyha ez fontos számunkra, akkor azt mondjuk, hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, nagyon fontos a lojalitás. Hogyha ez esetleg top 1-es motivátor, tehát a legfontosabb, akkor mi egy olyan ember bőrébe vagyunk, akinek nem a saját maga, nem az individuum a legfontosabb, hanem ér egy input, ő egyből másra gondol. Tehát neki sokkal fontosabb, hogy a környezetét milyen hatás éri, mint hogy saját magát. Tehát először megnézi a környezetét, és utána gondol csak saját magára. Nyilván mindenhol létezik top 1-es motivátor, tehát eddig 160 valahány térképnél vagyok, tehát már mindegyikre volt példa, és azt is tudni kell erről a motivációs térképről, hogy nagyon olyan pontos, mint a tű. Tehát a visszamérések alapján 95% a pontossága, tehát mindig megkérdezzük az ügyfelet, hogy ez mennyire ő, vagy hogy változtatna a sorrendjén, és nagyon, nagyon ritkán nyúlnak hozzá. Tehát nagyon ritkán mondják azt, hogy hát itt valami nem simmel, mert én mondjuk a felfedezőt, azt előbbre érzem, mint az irányítót. Jó, megyünk tovább. A megőrző, ő is egy zöld motivátor, ő neki az a legfontosabb, a stabilitás, a biztonsága, a kialakult sémák, ő neki az a fontos, hogy lassan haladjunk, nagyon nem szeret változtatni, meg kockázatni, tehát ha az életbe változás, kockázat jön be neki, akkor nagyon szükség van neki segítségre. Át tud rajtuk menni, de kell mellé egy olyan ember, aki óránként vagy két óránként mondja, hogy ott vagyok melletted. Akár egy köznapi élete van, aki egy költözést is olyan nehezen tud megélni, hogy folyamatos támogatásra szorul benne, mert rettenetesen fél tőle. Ők valószínűleg egy erősebb megőrző motivátorra rendelkeznek. Mondom, nagyon szeretik a régi struktúrákat, abszolút egy múltban néző perspektíva, tehát az jár az agyába, hogy mi volt régebben, mindig arról szeret beszélni. Az összezöld motivátorosra jellemző az, hogy nagyon szeretik a történeteket, nagyon, nagyon ott tudnak ragadni kávészünetekbe, nagyon szeretnek beszélgetni, barátkozni járnak a munkahelyükre, főleg egy barát, ugye azt előbb nem mondtam. Tehát őnek nagyon fontos a közösség, és egy barátot nem szabad beraknunk mondjuk egy személyes irodába, mert azon a munkahelyen ő nem fog megragadni. Tehát ő barátkozni jár a munkahelyre, ők olyan típusok, hogy nem ér véget a munkaidővel a barátság, hanem ők szeretnek eljárni bowlingozni, imádják a kerti partikat,
jó, most egy kicsit visszaugortunk a barátra, de mindegyik zöld motivátorra ezek kicsit jellemzők. A harmadik, az egy kicsit a zöld motivátorok között egy kicsit a kuktojás, őket úgy hívjuk, hogy sztárok. Nekik a legfontosabb az, hogy kapjanak pozitív visszajelzést, és lehetőleg nyilvánosan. Magyarul tehát közönség előtt legyenek megdicsérve. Azt motiválja őket a legjobban. De hát ugye ez nem csak ebből áll, ők azok, akik ragyognak, ők tudják a céget, hogy valamit rettenetesen jól képviselni. Őket lehet elküldeni egy kiállításra, ahol bemutatni kell a céget. Ők azok, akiknek nagyon fontos, hogy olyan a névjegykártyájuk van. Az is, ők lehetnek azok, akiknek az van a rendszámokon, hogy János 01. Meg ők azok egyébként, akik nagyon tudják, hogy a bosszföltönyhöz milyen cipőt kell felvenni. Tehát, hogy ők mindig ragyognak, mindig úgy néznek ki, mintha éppen onnan léptek volna ki egy divat könyvből. Tehát ők a sztárok. Ez jellemzően egyébként Közép-Kelet-Európában, hát itt az én 160 térképem alapján is, meg itt a kollégákkal is beszélgetve, nem az elején szokott elhelyezkedni, tehát ez valamilyen módon, nyilván általánosságban nem beszélünk, de ezt valahogy nem annyira jól kezeljük ezt a dolgot, tehát nagyon nehezen éljük meg a sikereinket, meg ugye úgy, hát ugye poroszos módszerrel nőttünk fel, jó, látom, vannak azért fiatalabbak, de még náluk is arra jellemző, hogy nem feltétlenül a pozitív visszajelzésbe kaptuk az iskolába, vagy esetleg a sportedzéseken, vagy akár még a szüleinktől is, hanem azért ez a Közép-Kelet-Európa az eléggé egy ilyen kritikus, hibakeresőbb dolog volt, tisztelet a kivételnek. Tehát aki ezt tudta a gyerekét úgy nevelni, vagy tudja a jövőbe, az le a kalap előtte, mert egyébként biztos, hogy nagyon jót tesz, de általában ugye mi volt pirosra aláhúzva a dolgozatba, nyilván a hiba, tehát nem volt bezöldítve az egész, hogy egyébként minden jó volt, csak volt benne kettő pirosra, a kettő pirosra volt ugye kiemelve a dolog, és hát ez sajnos ebben az a motivátorokban is megjelenik, tisztelet a kivételnek, hogy nehezen éljük meg a sikereinket, meg nehezen éljük meg a sztárságunkat, és jellemzően ezt nem is nagyon vállaljuk fel, és nagyon sok embernél a térképnek a hátsó részébe helyezkedik el. Jó, ennyit az zöldekről, így előjáróba. A következők az eredmény motivátorok, és hát az eredmény, ugye ezek a motivátorok, ezek azért mindenhol elő fog kerülni a pénz, de ugye már a vezetőmbe beszéltünk arról, hogy hát mi újság van a pénzzel. Hát most a pénzzel az az újság, hogy van egy olyan motivátorunk, hogy építő, vagy építkező, vagy angolul, hogy builder, és ez a motivátor, ez semmi másról nem szól, csak a pénzről, meg a magas életszínvonalról. Tehát akinek ez az első, második, vagy harmadik helyen helyezkedik el, főleg ha első, akkor ő pénzért hajlandó szinte mindent megcsinálni. És egyébként vannak köztünk ilyenek, és ez nem egy nagy hátrány egyébként. Tehát ők egyébként nagyon jól tudnak céget vezetni, nagyon sikeresek. Azért akár nőve, akár férfi vonzó lehet egy gazdag ember, úgyhogy tehát itt nincs rossz térkép, meg rossz motivátor. Az fontos tudnotok, hogy az építkező, az építő motivátor az arról szól, hogy a pénzről. Tehát őnek az jár a fejébe, hogy lesz nekem ebből pénzem. Akármilyen hatás éri az életbe, őnek először azt fog eszébe jutni, hogy az a pénztárcájára milyen hatással lesz. Jó, tehát ha valaki ezt közel érzi magához, hogy ez jár a fejébe, akkor őnek valószínűleg az építkező motivátor a térkép elején fog elhelyezkedni, és valószínűleg kicsit több pontot fog kapni, mint a többi. A következő piros eredménye felelős motivátor, ő az irányító. Ők azok, akik azért kelnek fel reggel, hogy valakit lehessen agresszíroztatni, imádnak kontroll gyakorolni. Imádnak minden kontrollálni. Jó, tehát nem mondjuk azt, hogy egy alacsony irányító motivátorra rendelkező ember nem tud jó vezető lenni, mert ez nem igaz, mert tud jó vezető lenni, de őket rettenetesen jellemző a kontrollálási vágy. És ugye majd mondom is, hogy a kékeknél a szabad szellem például ezt el sem tudja viselni. Tehát, hogyha egy irányító típusú vezető összeakad egy szabad szellem munkatársal, akkor ott problémák vannak, de ez a családon belül is így van egyébként, nem csak a munkahelyeken. Tehát azért feltétlenül jó ez az emberre. Azért a cégeknél nem olyan nagy baj, hogyha van az a irányító motivátor, mert azért rengeteg embernél kontroll kell gyakorolni, és ott ez jól jön. Hát ugye csúnya szóval úgy szoktuk mondani, már előre elnézést a hölgyektől, egy magas irányító pontszámú ember az arra is kíváncsi, hogy mi van a fenekünkben. Tehát ő tényleg mindent tudni akar. Jó? Ilyenek is nyilván köztünk élnek, vannak ebbe is előnyök, meg vannak hátrányok. A harmadik eredményért felelős motivátor az a szakértő. Őket a specifikus tudás vonzza. Tehát ők azok a típusok, akik talán az életükben egy vagy kettő olyan szektort, ami rettenetesen érdekli őket, és rettenetesen elmélyülnek benne, és egyébként szívesen megosztják tudásukat, tehát szívesen mentorálnak, és nagyon szívesen beszélgetnek olyannal is, hogy esetleg abban a dologban
tudnak tanulni. Jó, tehát a szakértő az erről szól. Ez is azért piros motivátor, mert nyilván, hogyha valaki valaminek minél jobb szakértője, akkor azért az pénzzel is járhat, és ő nekik is az az eredmény nyilván megjelenik az életük során. És akkor rátérünk a harmadik klaszterra. Ugye ők a fejlődés felelős klaszterok, a kékek. Itt a szabad szellem az egyik, akinek az a legfontosabb az életében, hogy antonómiát gyakorolhasson, tehát önálló döntéseket hozzon, és egyébként meg őt hagyják békén. Tehát ő az, akinek külön iroda kell egy munkahelyén, és ő neki nagyon fontos az, hogy egy olyan munkája van, ahol ezt meg lehet tenni, hogy kapja meg hét elején a feladatot, és azt hagyják őt péntekig azon dolgozni, mert ő meg fogja azt csinálni, csak kapjon szabad kezet, és hadd hozza meg közben az önálló döntéseket. Tehát, hogyha ilyen motivátorunk van a térképünk elején, és ugye a térkép nem csak a pontszámokat ad, hanem azt is megadja, hogy bizonyos ez a 9 motivátor egyenként milyen feltöltöttséggel rendelkezik. Tehát akár mind a telefonunk, hogy az 10% az a akkumulátor, vagy 70, vagy 90, vagy 100. És ugye a visszajelzésre ebből is nagyon-nagyon dolgozunk, mert hát az a jó, hogyha mindegyik motivátorunk minél magasabban fel van töltve. De hát az nyilván, ugye 9 motivátorról van szó, szóval azért nagyon ritka az, hogy mindegyik mondjuk 9-es vagy 10-es feltöltöttség, 90 vagy 100%-os feltöltöttségben van. Nyilván úgy tudunk tovább menni, hogyha valami olyan helyzetet látunk, akkor azt megbeszéljük, hogy azt hogyan lehet feltölteni. Hát kiderülhet, hogy nem jó helyen vagyunk akár már az életünk során, és amiről tudunk egyébként valamilyen szinten, tehát azt nem én fogom megkitalálni, meg nem is a térkép, tehát ezeket tudják az emberek, csak ezt megerősítést nyerhet vele, meg lehet, hogy tényleg megindítja azon az úton, amin már meg kellett volna indulni. A következő kék motivátorunk az alkotó, hát hogy a kreativitás újdonság iránti igényt, meg arról szól a sztori, ők a változást szeretik, ők azt szeretik, hogyha minden napjuk más. Tehát ők nekik az a jó, hogyha nem vagyok olyan, mint az átlag, én szeretnék kitűnni, én szeretnék mindent megváltoztatni. Hogyha ez egy top 1-es motivátor, akkor ő valószínűleg legalább hetente átrendezi a szobába, vagy a képeket, vagy az íróasztalát, mindig valamit változtatni akar, ő bárhova belép, ő neki az jut először eszébe, hogy ő nála ez hogyan lenne. Jó, tehát erről szól ez az alkotó motivátor. Az ő feltöltése talán a legegyszerűbb, mert hogyha megtaláljuk mindenkinek a hobbiját, és abban tud valamit alkotni, valaki horgol, van, aki sziklakertet épít, van, aki tegnap volt egy ügyfelem, az TT kis vasutát fogja elővenni gyerekkorából, és azt fogja összerakni. Tehát ezt a motivátort aránylag könnyen föl tudjuk tölteni, hogyha megtaláljuk azt a hobbinkat, amire esetleg nincs annyi időnk. Alacsony a kielégítettség. Tehát ha nem az jön ki, hogy 80-90-100%-os, akkor egy kicsit erről kell beszélgetni, és akkor szintén nem én fogom kitalálni, hanem a kisfél segít abba, hogy mi nincs rendben, meg mire nincs idő. És az utolsó motivátorunk az a felfedező. Hát ők úgymond, hát nem csak a terézanyák, de őnekik az fontos nagyon, hogy maradandó lábnyomot hagyjanak a világban maguk után. Ők azok, akik biztos, hogy a szelektív hulladékot külön gyűjtik, ők akik nagyon odafigyelnek a környezetükre, ők azok, akiknek nagyon fontos az összkép. Tehát, ha akármilyen feladatot kapnak, akkor szeretik azt tudni, hogy ez, mondjuk az a rész, az nekik, az hova szól, miért csináljuk ezt az egészet. Tehát nekik kevés az, hogy csináld meg ezt a táblázatot, és megkérdik, hogy miért, azért, mert csak. Ő szeretné tudni, hogy ez a táblázat abban az egész projektben, ebben hol szerepel, vagy hova lesz az beillesztve. Jó, tehát a felfedezőknek az a lényeg, hogy maradandó lábnyomot hagyni a világban, büszke lehessen arra, amit csinál, és ugye pont itt úgy lehet talán megérteni, hogy az építkező az pénzért csinálja, a felfedező pedig azért csinálja, mert maradandó lábnyomot akar hagyni, tehát ugye van is egy ilyen kis motivátoros szöveg, hogy mit építesz, vagy mit csinálsz itt, én pénzt keresek, a másik meg azt mondja, hogy építem akármilyen kápolnát. Tehát ugye a felfedező az kápolnát épít, az építkező az meg megkerestem ezen a napon 35 eurót. Jó? Tehát így lehet ezeket így talán könnyebben megérteni. Nem tudom, mennyire tömény a dolog. Megpróbálok diát váltani, és meg egy-két érdekeset megmutatni. Nem tudom, Zoli, hogy állunk idővel, mert én azt közben annyira nem látom. Ne is törődj vele, csak mondjad, mert érdekes. Jó, oké. Akkor próbálok lépegetni, és egy-két érdekes. Itt azt látjátok, amiről előbb beszéltünk, hogy ugye klaszter szinten, tehát ugye van a három színünk, így talán könnyen megjegyezni, hogyha a zöldek vannak túlsúlyba, akkor az első osztóba levő dolgok a jellemző ránk, ha a pirosak, akkor nyilván az ott levők, ha meg kékek vagyunk, akkor meg a kék osztóba, de ugye van olyan térkép is, ahol,
ahol a eloszlás 33-34%, tehát akkor nyilván akkor elővesztek a motivátorokat, és akkor annak alapján megbeszéljük, hogy mi az, ami gátol, mi az, ami akadályoz, vagy az is lehet, hogy az így teljesen rendben van, hogy a fókuszunk az többre ágazik el. Nyilván akkor elővesztük a pontokat, de az is jellemző tud lenni, hogyha mondjuk van egy olyan térképünk, hogy 25% zöld, 35% piros, 40% meg kék, akkor nyilván innen jobbról megyünk balra. Tehát akkor főleg a kék meg a piros oszlopban levő dolgok jellemzőnk ránk, és megbeszéljük, hogy ez mit jelent. Jó, tehát ezt így kell ezt az ábrát elképzelni. Aztán majd megállunk ilyen. Ez biztos, hogy valamennyire ismert ez a Maslow-féle hierarchia elmélet, és ugye ide is a szerző berakta ezeket a motivátorokat, és ebből is ugye látjátok, hogy a zöldek azok többnyire alul vannak, a stabilitás, biztonság, valahova tartozás, a megbecsülés iránti igény, és ezt mindig én kihangsúlyozom, hogy az nem egy életcél, hogy mindenki odaérjen fel a tetejére, és minél kékebbek legyünk, mert nincs rossz térkép. Tehát a kékeknek meg az a problémájuk, aki nagyon kék, hogy elhanyagolja az emberi kapcsolatait, lekezd mindenbe egyébként, a felét ott hagyja. Tehát ez egy elég sok minden van ez mögött, a térkép mögött, amit meg kell beszélni. Tehát nincs olyan, hogy most ilyenek legyünk, vagy olyanok legyünk. Meg ugye azt a piramis, azt is tudjuk, hogyha valamelyik, hogy nagyon ott fönt vagyunk, és valamelyik sor kihúzzák a lollunk, akkor azonnal visszaesünk. Tehát magyarul, hogy ez érthető legyen, a biztonság igényünk lehet, hogy most fönt járunk a három kéknél, tehát már minden szuper, meg annyi energiánk van, hogy nem bírunk magunkkal, meg nagyon jól megéljük az életünket, és egyszer csak a stabilitás, biztonság az ott van, a megőrző, egyszer csak valami történik vele, akár egy válás, akár így most nem hozunk benne szomorú dolgokat, az is elég szomorú, akkor egyszer csak azt onnan kihúzzák, és az egész, ami addig volt, az szépen összeomlik, és lehet kezdeni előre az egészet. Már ezek a motivációknak a sorrendje is így megváltozik, mert azt is egyébként mondjuk, hogyha az élethelyzetünkben jelentős változás van, akkor a motivációs térképünkben is jelentős változás van. Ugye beszéltük azt, hogy 2 évente azért esetleg érdemes megnézni, aki nagyon érdekel, de jellemzően nem áll a feje tetejére a térkép. De viszont, ha nagyon jelentős változás történik velünk, akár fiatalkorban megnősülünk, férjhez megyünk, jön a gyerek, ezek jelentős változások. Jó, tehát ez elég jól át tudja érni ezt a történetet. Így talán közelebb kerülünk hozzá, hogy tényleg hogyan van-e kapcsolat az érzelmi energiával. Jó, hát ez valamennyire már ismerős, tehát a kapcsolati motivátorok azok az érzésekért felelnek, a pirosak a gondolkodásért, a kékek meg talán a tudásért, de ezt ennél részletesebben meg tudjuk beszélni. Hát erről azért beszélek egy pár szót, mert érdekes, tehát ez ugye zöld akar lenni, de egy kicsit én nem tudom, ti zöldnek látjátok-e. Az a lényeg, hogy ha a kapcsolati motivátoros, akár a munkatársunk, akár a férjünk, akár a feleségünk, tehát hogyha ebben valaki mélyebben belemerül, a kapcsolati motivátoros embert azt ezekkel a dolgokkal lehet megszólítani. Tehát ővele beszélgetni kell, rá időt kell szánni, ő neki nem arra van igénye, hogy gyorsan kapjuk meg a feladatot, meg gyorsan beszéljünk meg, aztán rohanjon mindenki a dolgára, hanem erre van szükség, hogy legyenek történetek, legyenek diagramok, legyenek példák, legyenek képek, legyenek anekdóták, legyenek történetek. Egy kapcsolati motivátoros ember, tehát akinek a zöld motivátorok vannak túlsúlyban, ő neki egy kommunikációs üzenetet így tudunk átadni, hogy szánunk rá időt. Ez nagyon fontos egyébként, talán mindenkinek az élete során, mert ha mondjuk mi ezzel ellenkezőleg mondjuk pirosak vagyunk, akkor még hagyjál, mert azok nem olyan gyorsak. Ugye az eredmény motivátoros, akinek ez van túlsúlyban, őket a következő dolgok érdeklik, a tanúsító tények, a bizonyítékok, referenciák, részletek, adatok alapján, statisztikák alapján akarnak dönteni. Ők az itt és most élnek, ugye azt mondtuk, őnek a valóság rettenetesen fontos. Az a fontos, ami le van írva, az alapján tudok dönteni. Tehát őnekik így jár az agyuk. Tehát hogyha akár a férj, a feleség, a munkatárs, a kislányunk, a kisfiunk, ha nagyon piros, akkor ő erre kíváncsi, akkor őt ezzel tudjuk megszólítani, hogy mik a tények, mik a bizonyítékok, mert egyébként hiába mesélünk össze-vissza, nem fogjuk tudni felkelteni a figyelmét, és nem fogjuk tudni megragadni a figyelmét, és nem megy át a kommunikáció. És ugye vannak a kékek, akik a gyors gyerekek, ugye ők állandóan rohanni akarnak, ugye mondtuk, hogy ezek a jövőben néző perspektíva, az minden azért van, a tények is, az összefoglalók is, meg a pontafoglalás is, ez mind azért van, hogy mehessünk tovább. Tehát őnekik meg pontosan olyan típusú emberek, hogy nem nagyon szeretnek így leülni a dolgokról, így csámcsosgatni, hanem a lényeg egy gyerekek, és menjünk, csináljuk, haladjunk tovább, mert soha nem fogunk odaérni, ahol oda szeretnénk érni. Jó? Tehát ez abban segíthet egy kicsit, és ez a visszajelzésnél erről lehet beszélgetni, hogy
Igen, hogy ki az, aki kivel nem érti meg egymást, meg miért nem ért meg engem mondjuk a társam. Mert én egyébként zöld vagyok, vagy én kék vagyok, és ha zöld, akkor ő mindig rohanni akar, nem száll rám elég időt, nem tudunk leülni beszélgetni. Ha még nekem nagyon kék, tehát nagyon fejlődés motivátoros vagyok, akkor engem meg untat az, hogy állandóan mindent el akar mesélni, ami történt fel aznap, az valahogy nem tudja azzal megragadni a figyelmet, mert meg mindig tenni akar. Jó, tehát ezek a kis ábrák, ezek erre voltak úgy jók. Ezekbe belenézünk, mert az idő, hát nem is a rövidsége miatt, ugye mindegyik motivátornál, látjátok, hogy a baloldali oszlopban megvan, ugye mindegyik motivátornak megvannak az értékei. Tehát megvan az, hogy egy megőrzőnek, akinek ez elő van, vagy 20 pont fölött, mert azt mondjuk a 20 pont az átlag, ami azt fölött van, az már az átlagnál jobban motiválja, akkor ővel azzal beszélgetünk a visszajelzésnél, hogy ezek az értékek közül mi az, ami fontos számára, akár mindegyik, mik a legfontosabbból. Ebből egyébként már nagyjából be tudjátok lőni magatokat, ugye a balagyféltekével. A kérdéseket, mikor valaki tölti ki, akkor jobb egy félteke dolgozik. Tehát azok a kérdések úgy vannak összeállítva, és azok a kifejezések speciálisan, hogy ott nem tudjuk tudatosan elvinni, hogy ilyen meg olyan motivátoros akarok lenni. Ha viszont ezt végig gondoljátok, amit itt láttok, ez alapján, hogy nagyjából kialakulhat számotokra egy sorrend, hogy mi az, ami nekem a legfontosabb, meg mi az, ami kevésbé fontos. De nem tudom, ez így mennyire volt érthető. A másik oldalon meg azt látjátok, hogy hát az inkább talán a fejlesztő dolga, vagy esetleg egy munkahelyen, vagy egy családban a szülőnek a dolga, hogy hogyan lehet a motivációt növelni. Ugye most behozták nemrég az ifjúsági térképet is, hogy a 10-16 éves korosztálynak találták ki, és hát a szülők azt imádják, csak a gyerek nem mindig hajlandó kitölteni. Tehát a szülő nagyon kíváncsi lenne, hogy miért nem ért szót a kamasz gyerekével, és ebből ugye elég jól kijönne a sztori, csak ott meg azzal küzdünk egy kicsit, hogy valamikor a gyerek beint aztán nem tölti ki a tesztet. Tehát nem tudja a szülő megragadni a figyelmét. Jó, ezeken így kicsit végszánkázunk, a barátról van szó. Itt is egy kicsit belenézünk, ugye mondogattuk ezeket a kulcsszavakat az értékeinél, hogy ő neki fontos, hogy szeretve támogatva legyen, meghallgatva legyen, együttműködő, különleges, odatartozás érzése, lojalitás, folytonosság. Ezek az emberi értékei, és az, hogy mivel lehet növelni a motivációját, hogyha erre szükség van, ugye a motivációját akkor kell növelni, hogyha a kielégítettség vagy a feltöltöttségi oszlopba, hát én mindig azt mondom, hogy ha 60% vagy 60% alatti, akárhol is szerepel az a térképben, akkor arról bizony beszélnünk kell, mert akkor annak alacsony a kielégítettség, és én azt bombának hívom. Tehát, hogyha 60% vagy alatti szám szerepel, és ezeket is tiadjátok meg egyébként a kitöltés során, tehát ez se a térképen, nem a szoftver találja ki, hanem ugye mindent kitaláltok, csak ugye jók a kérdések, akkor arra egy kicsit beszélni kell, és az lenne a cél, tehát akkor működünk jól, tehát elfogadjuk azt a képletet, hogy a teljesítmény egyenlő, hogy a meglevő készségeinkkel meg tudásunk szor motiváció. Tehát a szor motiváció nem mindegy, hogy 0,1 vagy 10, vagy 20, vagy 50, vagy 70, vagy 90, vagy 100. Tehát ez szerintem teljesen érthető, és valamennyire így is működünk egyébként. Jó, a sztárokról beszélgettünk, nagyon jó itt a kép, elismertség, tisztelet, státuszkeres, de nagyon értékes emberek egyébként. Jó, nagyon fontos a versengési lehetőség, a pozitív visszajelzést, ugye beszéltünk, díjakkal, bizonyítványokkal lehet őket motiválni, névre szóló ajándékokkal, tehát ha valakinek azt véli felfedezni, hogy sztára hozzátartozója, kedvese párja, férje, felesége, gyermeke, édesanyja, akkor ő neki bizony oda kell figyelni, hogy névre szóló ajándékot kapjon, mert az rettenetesen motiválja. Egy könyvet soha ne adjunk úgy neki, hogy ne írjuk bele azt, hogy tőlem kaptad, meg ennek a tiszteletére és kedves Margit néni, mert ezek számukra nagyon fontosak. És apróság, tényleg nem múlik semmi, de rettenetesen föl tudjuk tölteni ezt a motivátorát. Jó, itt a pirosak, itt az irányító, itt egy ilyen katonai kép, tehát hatáskör, befolyás. Az irányítónál nem mondtam azt el, hogyha egy igazgató szabadságra megy, akkor biztos, hogyha azt kérdezi meg, hogy ki tudna engem helyettesíteni, az irányító szemében biztos, hogy meg fog csillanni a szem. A fény. Az irányítók rettenetesen feladatorientáltak. Tehát rettenetesen szeretnek előre menni, rettenetesen szeretik megragadni a lehetőséget. Jó, tehát onnan is fel lehet ismerni egy irányító motivátoros, hogy nagyon nem ugrik el a felelősség meg a feladatok elől, sőt, egyszerűen vonza a felelősség. A többiről úgy nagyjából beszélgettünk. Hát azért ők többnyire vezetők, bár olyat is láttam már, hogy éjjel ér, vagy portás korában tudta csak kérni az irányító motivátorját, tehát hogy egész életében nem sikerült neki, de mondjuk egy 70 évesen portás lett, azt ott minden az volt, amit ő akart, tehát ott csak az megy be, aki ő akarott, szeret rendezgetni az embereket. Tehát ugye nagyon sok mindenre nagyon tényleg választod adni ez a sztori.
Jó, a szakértői, ez egy nagyon szimpatikus motivátor, így nagyon szeretnek tanulni, nagyon szeretnek fejlődni, nagyon szeretik a speciális területeket, saját potenciál megvalósítása, és nagyon szeretnek elmélyedni a saját tudásuk, meg szeretnek mesterszintű munkát végezni. Jó, tehát ez is egyébként kívül is felismerhető az emberekről, hogy az mennyire erős bennük. Építkezőről ezt aránylag jól kitárgyaltuk, tehát pénz, anyagi elégedettség, átlag felett életszínvonal. Ezzel a motivátorral az a probléma, és az nyilván mindenkinél más az a szám, hogy mennyi az a pénz, amire szükség. Mikor tudok én leállni? Hát mi kell ahhoz? Hát az 2 millió forint kell, 20 millió, 200 millió, vagy 2 milliárd, vagy 20 milliárd. Mert ugye az építkezőknek az a problémájuk, legalábbis akinek ott ragad az elején, hogy egyszerűen nem tudnak leállni, és elmegy mellettük az élet. Tehát annyira keresik a pénzt, hogy mondjuk nem tudnak együtt fejlődni velük, és nem tudják kihasználni az élményeik. Nem tudják élményre átfordítani. Tehát ez nyilván ez a visszajelzés, amíg a térkép függően érdemes erről beszélni. Ugye az alkotó, erről is beszélgettünk, hogy innováció, újdonság, legyen minél több változatosság, őket a kreativitásuk elismerésével lehet egyébként a legjobban motiválni. Tehát, hogy kapnak arról a visszajelzést, hogy milyen jó ötleteik vannak, és hogy azt meg is valósítottuk. Ez is abszolút családban is működik egyébként. Nagyon fontos, hogy eredetik megmutatkoznak, eredetének szeretnek lenni. Probléma megoldás kell nekik adni, akkor egyből föltöltődnek. Tehát egy kreátor, hogyha nem tud problémákat megoldani, akkor az végek elveszett, kiégett. Tehát akkor használhatatlan sajnos. Szabad szellem, ugye itt a függetlenség a legfontosabb, önálló döntések, legyen választási lehetősége, ezt is lehet akár a feleségnél, akár a férjnél, akár a gyereknél, akár a nagymamánál, hogy ugye mind a háromat kitaláljuk ki, de mondjuk elnék, hogy ezt közül a három közül választhatsz. Akkor a szabad szelleme már föl van töltve. Akkor már megvan neki a választás lehetősége. Jó, tehát ezeket is lehet így apránként motiválni. Befedező, hogy ugye maradandó lábnyom, akarja változtatni a virágot, értéket akar teremteni. Őnek ez a legfontosabb dolog. Akarja látni a teljes képet, őt ez motiválja a legjobban. Ő is a választás, változatosságot egyébként kedveli. Jó, ez egy ilyen kis rövid összefoglaló. Nem tudom, Zoli, egyébként, ha az segítség, hogy egy-két diát, én majd az e-mail címedre átküldök, és hogyha nem tudom, hogy ti most egymás e-mail címét ismertek-e, tehát hogy egy ilyen kis frissítésnek egy 5-6 ilyen kursdiát szívesen küldök, hogy bele tudjatok nézni, mert tudom, hogy nagyon sok info megy át. Jó, köszi, hát föltesszük a csoportba, és akkor azt lehet tudni. Oké, mert ezek egy kis összefoglalók, ez így biztos, hogy nem, így biztos, hogy valami megmarad belőle. Még talán ezt a diát szeretném megmutatni, erről is már egy kicsit beszéltünk. Ez arról szól abszolút, hogyha ha nyilván megvan a térkép, hogy valaki most ez alapján tudja, hogy mi a top 1-es motivátora, akkor azt mondjuk, hogy úgy nagyjából ez van a fejében. Tehát akármilyen input éri kívülről, akkor azt mondjuk, hogy az építkezőnél mondtuk, hogy honnan tudom, hogy van ebben nekem pénzem. Egy szabad szellemnél honnan tudom, hogy én állítottam fel a prioritásokat, tehát én hozhatom meg a sorrendet. Honnan tudom, hogy változhatatok-e, mondja az alkotó. Honnan tudom, hogy működni fog, ezt egy megőrző mondja, mert ő minden változástól fél, tehát valamilyen újdonságot bejelentenek, egyből ez jut eszébe. A barát az azt mondja, hogy honnan tudom, hogy ott lesz vele nekem, tehát ott a kapcsolati motivátoros. Jó, ez is egy fontos, hogy ezt is mindenképp átküldeném, mert ez is közelebb visz benneteket ahhoz, hogy ez teljesen érthető legyen. És ami még ennek az egésznek a savaborsa, de ezt már tényleg az egyéni visszajelzéseknél érdemes csak erről beszélni, ugye vannak motivátor feszültségek. És ez is nagyon érdekessé teszi a visszajelzés, mert ugye ezek sajnos, ha alacsony a feltöltöttség és motivátor feszültségünk is van, az visszavethet bennünket. Próbálok mondani egy érthető példát, hogy van, akinek van egy szabad szellem, meg egy megőrző top 3 motivátora között kettő, és mondjuk a kielégítettségek olyan 40-60% között mozognak, ő lehet, hogy 6-8 éve nem vált munkahelyet, mert van 3 jobb napom, amikor tele vagyok ötletekkel, akkor dolgozik ugye a szabad szellem, és akkor szárnyalunk, és akkor megvannak az elképzeléseink, meg ez, meg az lesz a jövőbe, és akkor jön a negyedik, vagy az ötödik nap, és akkor jön a megőrző, legyőzi az összeset, és akkor jó nekem minden úgy, ahogy eddig volt, és nem teszem meg azt az egyetlen lépésre. És tényleg nagyon sokszor felismerhető a visszajelzés során, sőt, hát nyilván az ügyfél ismeri fel, hogy igen, sokszor beragad egy-egy élethelyzetbe ez miatt, hogy a motivátor feszültség miatt nehezen hozza meg azokat a döntéseket, amit bizony néha meg kell hozni. És ebbe is abszolút ugye tudja támogatni a térkép, hogy most nem az, hogy nyilván minden változtasson meg, de a saját ütemébe, tehát egy szabad szellem megőrző neki, szép lassan kell lépésről lépésre végrehajtani a változásait, nem kell feje tetejére állítani a világot, mert soha nem fogja benne jól érezni magát, de viszont erre érdemes figyelnie, hogy azt viszont ne hagyja, hogy évek múljanak el azt, hogy azokat az ötleteit, amik jönnek folyamatosan, abból semmit nem valósítani.
Jó, de ebből rengeteg van ebből a motivátor feszültségből. Az irányítókat ugye nem szeretik a barátok, meg a szabad szellem sem szereti az irányítót, az, hogy kiadjuk a feladatot, és már két óra oda megyünk a körmére nézegetni, meg hogy jársz vele, haladsz vele, csinálod, nem csinálod. Tehát ezek nagyon mind hosszú témák, de én azt gondolom, hogy egy első körbe, nem tudom, ez így mennyire volt kerek, vagy mennyire sikerült közelebb hozni benneteket, majd Zoli, mindig te vagy nekem így a kontaktom, hogy most kaptatok-e eleget belőle egy elsőre. Jó, de én 41 emberből csak egy vagyok, szóval ez majd a többiek is szóljanak vele. Akkor lesz majd az after, aztán én ott természetesen én minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, tehát ott jöhetnek bármilyen nehéz kérdések, mert végülis tényleg elég nagy gyakorlatom van benne, úgyhogy szerintem mindenre megpróbálok válaszolni. Nem tudom, most időről rámérhet az órára. Hát jó, elment egy ilyen 40 perc. Átmehetünk akkor a következő programra, vagy mi legyen a következő felvonás? Ez jó kérdés. Nem tudom, hogy mi jön még, vagy mit terveztél, vagy mi a te elképzelésed? Hát én körülbelül a térképről ennyit szerettem volna mondani. Most ugye bele lehetne menni konkrét térképnek a mutogatása, meg elemzése, meg egy-két híresebb embernek, vagy sportlónak, de ez inkább a kérdések során, ha ez felmerül, akkor én egy-két érdekes sztorit mondok, ha van erre igény. Jó, akkor szerintem csináljuk úgy. Ebben hangozol el az ajánlaton a felvételben, hogy mit ajánl. Jó, tehát itt azt mondja egy Csilla közben mellettem, de ebben igaza van, hogy akkor hangozol el itt a te ajánlatod a felvételben még, hogy mert egy ügyfelet már szereztél, mert én halálosan beleszerettem ebben most, de hogy többiektől is, hogy tudják, hogy mi az, tehát mennyibe kerül, mit kapnak, stb., és akkor utána leállítjuk a felvételt, és jönnek az izgalmas részek csak azoknak, akik itt vannak. Jó, tehát az üzleti modellje a következő. Tehát ugye azt mondtam, hogy ezt a térképet 2006-ban egy James Thiel nevű úriember találta ki, és az üzleti modell is egyébként nagyon érdekes, legalábbis én még ilyennel nem találkoztam az egyetem során. Gyakorlatilag megalkotott egy londoni back office-t, és én is abból dolgozok, gyakorlatilag nyilván a saját gépemen. Minden egyes ügyfelemnek kell vásárolnom egy térképet. Tehát eddig a világon 64 ezeren töltötték ki ezt a térképet, ezért a James Hill minden egyes térképért kapott egy bizonyos összeget. Egyébként ennek az ára, ez abszolút üzleti módon működik. Ha valaki egyenként veszi, akkor nyilván sokkal drágább. Ha valaki bemer vásárolni 100 darabot, de akkor meg ugye fél, hogy a nyakán marad, akkor azért egy kicsit olcsóbban tud hozzájutni a térképekhez. Tehát ez az árnak az egyik része, hogy a térkép az nekem is pénzbe kerül. Ugye megveszem jó drágán ott a londoni back office-be, és ezt szeretném ugye még drágábban eladni a visszajelzésre együtt. És van ennek egy ajánlottára, amit még ne jegyetek meg, mert nem ez lesz a végeredmény. Ugye Budapesten úgy lettünk mi elengedve a képzésen, hogy az egy másik város, 60 ezer forint a komplet visszajelzéses ár. Én ezeket magánembereknek 30 ezer forintért sem szakli-pakli térképestől, visszajelzésestől, mindenestől. Tehát ezt az Olinak is az első beszélgetéskor így mondtam el, meg ehhez tartom is magam. Cégeknek szeretnék drágábban dolgozni, tehát nyilván ott szeretnék én is, nem is 60 ezeret, de ott szeretnék 40-45 ezer forint fölé menni térképenként, de azt gondolom, hogy nem azért, mert Magyarországon olyan nagy szegénység van, mert ezt nem mondanám, de hogy így első lépésre, tehát aki szeretne magával ilyen módon foglalkozni, azt gondolom, ez még valamilyen szinten korrekt, meg elérhető árnak tartom. Tehát ez az üzleti modellja, hát szumma szummárom 30 ezer forintért tudok térképet másolás visszajelzéssel, és ez úgy működik, hogy ehhez hát nyilván kell név, meg e-mail cím, és az e-mail címre kaptok egy belépési linket, és kaptok egy teljesen egyéni jelszót. A tesztet, amit kitöltöttek, abból azt senki nem látja. Tehát itt komoly személyiségi jogok, azok le vannak fektetve, le vannak védve. Amint kitöltöttek a tesztet, az lezárjátok, akkor azonnal bekerül egy back office-ba a kitöltés, és azonnal küldi nekem vissza a 18 oldalas motivációs térképet. Ez egy 18 oldalas report, és azt még nagyon fontos elmondanom, hogy nem engedte a tulajdonos ezt magyarul, csak angol nyelven, de ez nagyon ábrás, meg nagyon grafikonos, de én annyit tudok ígérni, hogy aki kíváncsi a térképére, hogy én elküldöm neki azonnal a magyar megfelelőket, tehát hogy azonnal érthető lesz számára, de a visszajelzés során egyértelműen érthető lesz számára, de addig is, hogyha valaki nem perfekt angol, akkor ezt azért tudja addig is értelmezni, meg nézegetni. Jó, annyit még, hogy az ifjúsági térkép, tehát akinek azt keltette fel a figyelmét,
ott annyira más a történet, hogy ott már a visszajelzés is magyar nyelv, és az három riportot ad egyet a gyereknek, nyilván mindegyik visszajelzés ugyanarról szól, de van a gyereknek egy nyelvezetére, tehát hogy megszólítja tegeződve, akkor ad egy szülői riportot, azt, hogy hogyan tudja a gyerekét motiválni, meg ad egy mentor riportot, azt meg a szülő dönti el, hogy van-e a gyereknek olyan mentor az életében, akár egy osztályfőnök, akár egy keresztmama, akár egy olyan sportedző, aki arra méltó, hogy ezt átadja neki, és hajlandó is esetleg még a gyereket ilyen módon kezelni, ami nyilván a gyereknek jó, mert hát ugye ez arról szól, hogy honnan jön az energia. Tehát a top 3-ból jön az energia, arra ugrunk a legjobban. Tehát abszolút használható. Jó, tehát ennyit az üzleti modellről, az nem tudom, mennyire volt érthető. Próbáltam. Nekem igen. Oké. Én nekem is. Jó, figyelj, akkor azt mondom, hogy most megállítjuk ezt a felvételt. Annak, aki nem volt itt személyesen és csak felvételről látja, azt javaslom, hogy máskor jöjjön el, és akkor a többieknek pedig kezdődik az izgalmas rész.